hiszen az embert valódi veszélyek fenyegetik. Hiszen az embert valódi veszélyek fenyegetik. Utópia az ember élet félelem nélkül. A gyávasság más. A gyávasság behódolás félelmeinknek, a gyáva ember félelmeinek a kiszolgáltatottja. Gyávasságból nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk, nem mondjuk ki azt a szót, amit ki kellene mondanunk, eltűrjük azt, amit nem lenne szabad eltűrnünk, néma és passzív bűnök forrásává válik a gyávasság. A dolgok megnevezése, ami egyik nagy eszközünk, nagy fegyverünk, hogy leküzdjük az ismeretlent, amely már csak ismeretlenségénél fogva is félelmet kelt bennünk. Hogy mégis miért marad el sok esetben ez a néven nevezés? Nem azért, mert nem tudjuk a nevet, hanem itt szerintem megint a gyávasság lép be. Tudni ismerni kell. A cinkos hallgatások, néma bűnök. Igaz, nem csak a cinkos hallgatás, a gyávasság bűne. Van egy rafináltabb megnyilatkozása a gyávasságnak. Amikor beszélünk, nincs szó hallgatásról. Fátyolt szövünk a dolgokra. Körmönfont mondatokból útvesztőket építünk, csak ne kelljen állást foglalni. Itt van az igazi baj, amikor a szavak nem megnyilatkozások, hanem éppen a rejtőzködésnek, a valódi szándékok elrejtésének az eszközei. Valóság egyenes beszéde. Csak ember legyen hozzá, aki ért ebből az egyenes beszédből. A kudarc nem egyértelműen negatív, ha azt, aki kudarcot szenvedett, nem a káröröm kórusa fogadja. Ha kudarcból netán még mások is hajlandók tanulni, ha van erőnk újra kezdeni, ha van ember, akivel szemben jogosan vagyunk bizalmatlanok, hát ez az az ember, aki sose téved. Hát gyanút kell fognunk, hogy valami nincs rendben, mert nem ez a természetes. Valóságos veszélyekkel fenyeget. Igen ám, de mit ér az ember élet, ha óvakodva a mélyebb emberi kapcsolatok kockázatától, attól, hogy minden kontaktus bármelyik pillanatban azt jelentheti, hogy a másik embert érintő sorscsapást is viselnünk kell, válunkra kell vennünk. Thank you.
elképzelhető olyan emberélet, amelyben félünk, de nem hódolunk be félelmeinknek. A rettenetestől megretten az ember, de ha semmiségektől, ócska kis veszélyektől félünk, és ezek vezérlik tetteinket, vagy inkább cselekvés képtelenségünket. Ez sokkal súlyosabb. Nem mondom azt, hogy nem megérthető az az emberi gyarlóság, amely minnyájunkban megvan, de attól még nem elfogadható. Mert ezekkel a kis félelmekkel, kis veszélyek előtti behódolásokkal túl nagy árat fizetünk.